Erteskethely kistelepülés Vármegyénk délnyugati részén, Kisbérhez közel. Összefüggő erdők veszik körül. Tiszta levegője és csendes családias hangulata miatt gyakran felkeresik a kikapcsolódásra vágyók. A túrázók számára is jó pihenő állomás lehet, hiszen innen könnyen elérhetők a környék kedvelt kirándulóhelyei, nevezetességei. Az erdő szélét Várhelynek nevezik a lakosok. Valóban egy avarkori földvár maradványait rejti ez a terület. Öreg tölgyfák árnyékában pihenhet meg az erre sétáló. Játszótér várja a gyerekeket, és egy izgalmas betyártörténet, amit állítólag a Várhely parkban álló tanúfák is láttak. Sobrióska társának Milfajt Ferkónak elfogásáról szól. Elbúcsúzott a társaitól, állítólag pénzt adott nekik, hogy vigyék el a családjának, gondoskodjanak a családjáról, és akkor innen vitték el a pandúrok Kisbérre. Van még valami Erteskethelyen, ami a mondák és a mesék világát idézi. Benézhetünk egy igazi fazekas műhelybe. Lehelvári Pál alkotásai gyerekekhez és felnőttekhez is szólnak. Pedig sosem gondolt arra, hogy kerámiával foglalkozzon, egyszerűen csak szeretett rajzolni. Első munkahelyén dízelmozdony szerelőként dolgozott, nem nyűgözték le a hatalmas olajos gépek, inkább a művészi munkával kísérletezett. Régen csináltam kis plastikákat, például Adjendit, Petőfit, sok mindent. És úgy ez úgy volt, hogy elmentem a vastelepre, akkor miért telepnek hívták pontosabban, és akkor ott vettem mindig olmatólom lapokat is. Akkor belefaragtam agyakban, meg készítettem ilyen különböző ilyen plaketteket, érmeket, és akkor lenyomattam, és gipszbe is abban belöntöttem olmat. Végül mégis beleszeretett a fazekas mesterségbe, ma már oktatja is. A közeli Kisbéren tart szakkört gyerekeknek. A felnőttek részére készít művészi alkotásokat és használati tárgyakat is. Mindkettőt általában, de a funkcionálisokat jobban szeretem, mint a díszeket, mert azokon hát csak egy valami, úgyhogy kis páva, meg egyéb ilyen dolgok. Erteskethely területe a koravaskor óta lakott volt. A határában talált földvár maradványai és más régészeti leletek azt bizonyítják, hogy megtelepedtek itt az avarok, majd a rómaiak is. A falut egy 1250-ben kelt oklevél említette először, de más néven. Tarjánnak írták, arra utalva, hogy a honfoglaló törzsek közül a Tarján törzsé volt ez a vidék. Károly Róbert a falu vásárnapját keddi napra határozta meg egy 1332-ben kelt rendeletében. Innen is eredhet a Kethely név. Mások szerint Ketel hun vezér emlékét őrzi a település neve. Ritkaság, de ennek a községnek három temploma van. Katolikus, református és evangélikus közösség működik együtt Erteskethelyen. A török kor pusztítása után elsőként a református magyarok próbálták újjáépíteni a falut. Korábban ez a Vértes keresztori apát birtokába tartozott, majd később a Batyány család, később pedig a Bakit, meg ugye még korábban egy picit a Hédervári család birtokába tartozott ez. És sajnos a török pusztítás ezt a környéket sem kímélte. 1529-ben teljesen elpusztította a török ezt a falut, illetve a népességét, majd 1642-ben népesítették be, és az akkori feljegyzések szerint református magyarok voltak többségében. 1650-ben még külön gyülekezetről nem számoltak itt be, viszont az 1670-es évektől már említették, hogy itt volt református gyülekezet. Többször is lerombolták a községet a török hadak. Kethely gróf Eszterházy József tulajdonába került 1738-ban. Katolikus, református és evangélikus telepesekkel népesült be. Lakosai mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással és állattenyésztéssel foglalkoztak. Barokk stílusú katolikus templomát 1766 és 1771 között építették Fellner Jakab tervei szerint. Mária Magdolna tiszteletére szentelték fel. Orgonája és szószéke is a 18. század második feléből származik.
Vérteskethely evangélikus temploma 1789-ben, református temploma pedig 1856-ban épült. 1856. szeptember 7-én szentelték fel a templomot és tartottak itt istentiszteleteket. Az akkori feljegyzések szerint 174 bejegyzett tagja volt az egyháznak, és ugye az itteni református iskolába jártak nagyon sokan. Még most nem olyan régen volt egy osztálytalálkozó itt, akik olyan 50 és 60 év közöttiek lehettek, akik meg ebbe az iskolába jártak. A falu mindhárom felekezetének önálló elemi iskolája volt. A mai kisdiákok Bakonysárkányban tanulnak. Itthon a művelődési házban tudnak összejönni, ahol könyvtár működik, társas játékokat és szakköröket szerveznek, és nem utolsó sorban itt tartják próbáikat a höcögő néptáncosok. Családokat próbálom bevonzani első körbe, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket, és akkor már a szülőknek is programokat, illetve most már nagymamák is jönnek, kísérgetik őket, itt maradnak velük, foglalkozásokon itt maradnak. Van egy nemezelő szakkörünk, ilyen gyerekelfoglaltság mellé szoktuk beiktatni, hogy a szülőkkel együtt nemezelünk. Van felnőtt jógánk, van gyermekjógánk. Sokszor csinálunk egyszerűen szombat délelőttönként közös családi programokat, amin van olyan, hogy csak játszunk. Vérteskethely természeti adottságai miatt remek célpontja lehet kerékpáros és lovas kirándulásoknak. A faluban Lovasport Egyesület működik, ide járnak lovagolni a környékbeli gyerekek. Összetartó közösségre vall, hogy a Várhelyi Parkot a falu lakossága hozta létre 2005-ben. Utódokat ültettek az öreg tanúfák mellé. Azóta rendezvényeknek, néptáncos és mazsorett műsoroknak ad helyet a park, és várja újabb látogatóit. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.